A kedves barátaim, 1917-ben, május 26-án Varannon születtem, amely most a soha nem volt állam, most keletkezett Szlovákia területén van pillanatnyilag. Mivel édesapám a csehszlovákoknak nem akart hűségesküdt tenni, mint állami tanító, azért családjával együtt a Csonka Magyarország területére jött át. Úgyhogy a testvéreim elbeszélése szerint egy marhavagonnak a lépcsőjén tanultam megjárni. Édesapám Sáros patakon kért és kapott állást, de mivel ahhoz ragaszkodott, hogy szolgálati lakás legyen és elég jó lakás, azért a várostól 8 kilométerre fekvő Mária Tanyai Állami Iskolában vállalt tanítást. Két tanár is volt az az iskola, az igazgatója Sáros patakon volt, mint a többi tanyai iskoláknak az igazgatója is. Így tehát tanyai gyerekek között nőttem föl és jártam iskolában, már 5 éves koromban az első osztályt megkezdtem, és ez hasznomra is volt több helyütt, hogy egy évvel korábban kezdtem a tanulást. Na persze írni, olvasni már akkor is tudtam, amikor 5 éves koromban az iskolába kerültem. Nem volt nehéz azok között a gyerekek között az elsőnek lenni tanulásban, hiszen otthon is módon volt javításra, és szüleim is foglalkoztak velem, meg az idősebb testvéreim is. 6 elemi osztályt végeztem ebben az iskolában, és pedig azért, mert édesapám nem akar korábban adni középiskolában, ugyanis a 6 gyermek közül 3-4 mindig középiskolás volt, és nem bírta a tanítatás költségeit édesapám. A Sárospataki Református Gimnáziumba vettek föl. Édesapám a városba elintézte, hogy kosztosdiákként az egyik helyen laktam, egy római katolikus plébánián, és később is ott bent a városban laktam, és a szünetekre vagy hétvégére mentem haza látogatóba a tanyára. A gimnáziumban aránylag könnyű dolgom volt. Ha jól megfigyeltem az előadásokat, akkor otthon nem is kellett komolyan készülnöm. Persze az írásbeli feladatokat elvégeztem. 3 évig azután egy polgáriskolai igazgatónak voltam a kosztos diákja, mondhatnám fogadott gyermekük is, sőt felajánlották, hogy örökbe fogadnak engem, mint gyermeküket. Annyira szerettem édesanyámat, édesapámat, hogy nem voltam hajlandó szülőket cserélni, pedig azoknak nem volt gyermekük, és szívesen elfogadtak volna, és tanítattak volna kedvem szerint, és mondjuk könnyebb anyagi körülmények között. A gimnáziumban, az osztályban a második tanuló voltam, mert az első tanuló szintén egy tanítónak a fia, az csak a tanulással foglalkozott. Én pedig már kicsi koromtól kezdve rengeteg könyvet olvastam ki, az édesapám egész könyvtárát, és a gimnáziumban is nem csak, hogy olvasgattam, de egy új diák című újságot is, diák újságot is szerkesztettem, eleinte sokszorosítással, később pedig nyomtatásban is egy maszek nyomdásszal megegyezve adtam ki az újságot,
az később is vitte egész a tanítóképzőben az első osztályban még működtettem, később aztán vele nem volt kifizető, nem tudta saját magát fenntartani, és én a nyomdadíjakat se győztem saját zsebemből fizetni, azért megszűnt alap. Persze, mi az, hogy saját zsebemből, úgyhogy verseket, fogalmazványokat írtam más tanulótársaimnak, most ebből volt a saját kis zsebpénze. Édesapám az alsó négy osztályában a gimnáziumnak havonta adott 50 fillért zseppénzül. Hát ez még a tanszerekre, itt fizetekre, ceruzákra, torra is kevés volt. Majd a tanítóképzőben a kérésemre megemelte a zseppénzemet havi 1 forintot. Nem pengőt kaptam tőle. Amikor a tanítóképzőbe jelentkeztem, akkor jutott eszébe az osztályfőnökömnek, hogy behívja az édesapámat, és kérje az édesapámat, hogy ne vigyen át a gimnáziumból a tanítóképzőbe. Különféle segélyt és kedvezményeket ígért a osztályfőnököm, mert sajnált elengedni onnan. Tényleg akkor a következő osztályban már angol oktatás is volt a gimnáziumban, tehát ez nekem előnyös lett volna a nyelvtudás szempontjából. Na de én is tanító gyermeke voltam, és két bátyám is tanítónak tanult, úgyhogy magam is úgy láttam, hogy nagyon szép munka az, amit édesapám végez ott a iskolában és annak a környékén, a kisgazdák körébe, úgyhogy szerettem volna én is azon a pályán mozogni. El is végeztem a tanítóképzőt, tiszta, kitűnő tanítói oklevelet szereztem, mellé még kántori képesítést is, és pedig a római katolikus kántorságból is oklevelet szereztem, és a görög katolikus kántorságból is oklevelet szereztem. Egy öreg tanító biztatására, aki azt mondta, hogy nézd fiam, hogy milyen munkanélküliség van. A tanítók 3-4-5 évig is vannak állás nélkül, mert nem tudnak elhelyezkedni. Túltermelés van a tanítói pályán. De ha ezt a nehéz kántorvizsgát leteszed, akkor hamar fogsz kapni állást, mert ilyen nincsen sok az országban, és szívesen elhelyeznek, illetve megválasztanak téged valamelyik községbe kántortanítónak. Úgy is volt, csak 4 hónapig voltam állás nélkül, addig is tanítottam az édesapám iskolájában ezt-azt tárgyakat, műkedvelő színész csoportot is tanítottam, amivel aztán a városba is szerepeltünk nem egyszer. Na majd a karácsony után a Sárospataki Görögkatolikus iskolában alkalmaztak egy szülési szabadságra ment tanítónőnek, a osztályait vettem át, az első-második osztályt, és nagy örömmel és szívesen tanítottam. A tanítványaim nagyon megkedveltek, kedvesek voltak. A tanítás után a meleg tanteremben tudtam délután készülni a másik napra, és éjszakára pedig egy egyháztanács tagnak a tiszta szobájában laktam. Hát persze el kell képzelni, hogy fűtés nélküli szobában aludtam. Na ugye 2 hónap volt ez a helyettesítés, és azután vasárnapra haza tudtam menni a szüleimhez. Kerékpárral jártam a tanyára, tehát mondjuk már nem kellett annyit gyalogolni, mint valamikor gimnazista koromban. A Sárospataki iskolában lejárt a helyettesítésem ideje,
de szerencsére akkorra megpályáztam egy kántortanítói állást Nyírbátor mellett, Encsencs nevű községben, és ott megválasztottak énekpróba után, úgyhogy egy nyugdíjba menő tanítónak a helyét vettem át is munkáját, és nagy kedvel kezdtem ott dolgozni. A fiatalságot és az idősebb híveket is összefogta egy csütörtök esti előadás, amit előttem egy vallás és gazdag tisztben állt két a barátom kedvet meg is szervezett, és ezeket a vallásos estéket én tovább folytattam csütörtökön. Később aztán legényegylet, leányegylet is alakult ebben a községben. Az eukarisztikus kongresszusra felvittem onnan 8 legényt, akik még sose jártak a Nyírbátor távolabbi vidéke. Úgyhogy azokat vezettem és intéztem Pesten is, hazajöttünk. A legényegyleteknek a szervezésében a szomszéd községekben is segítséget adtam, így aztán lelki gyakorlat után Páter Kerkai Jenő javasolta a püspökömnek, hogy engem nevezzem ki legényegyleti titkárnak az egyházmegye számára, és így tanulmányi szabadságot illetve fizetés nélküli szabadságot kaptam a püspöktől, és elkezdtem ezt a legény egyesületi megyei titkárságot folytatni, ami azt jelentette, hogy egy hónap alatt 50 községet látogattam meg, hogy hogy megy a legényegylet, kik a vezetői, mik a programjai, vagy hogy kell megalakítani, ezeket intéztem. De azután elért az a sors, ami akkoriban fiatalságnál általános volt, be kellett vonulnom katonának. A katonai időben 2 éves és 5 napot töltöttem le, és azután szereltek le. A tisztiskolán egész jó eredménnyel végeztem, úgyhogy 1 év múlva, mikor a orosz frontra kellett kimenni a századunknak, akkor rá ikreződött a páncéltörő ágyis századunk, és a 2. századnak a parancsnokává engem neveztek ki. Hát ez nagy feladat volt, ugye 88 ember, 4 ágyú, és nem tudom, vagy 24 ló fölött kellett intézkedni. Volt kedvem hozzám, mert a katonatársaim szerettek, és a 2. századnak is a java azokból került ki. Húsvét napján raktuk vagomba az egész századot Nagybányáról, amikor már ott volt elhelyezve a századunk, és a Tatárhágon keresztül indultunk meg a szovjet katonaság ellen a háborúba. Na, azért arra vigyáztunk, hogy túlságosan ne siessünk a menekülő orosz hadsereg után, és ezért a századomból se esett el egy katona se, ezért imádkoztam, meg törekedtem is, hogy egy se pusztuljon el az embereink közül. Tőlem telhetőleg gondoskodtam a szállásukról, étkezésükről, szórakozásukról, megbecsültem a munkájukat, és ők is igyekeztek nekem jó katonáim lenni. Na, a háborúban aztán szembe kerültem a főhadnagyommal, aki az 1. századot vezette, ugyanis megtámadott engem, hogy nem haladunk elég gyorsan előre, de nem is tudtunk. Gyenge lovakkal, nagy terhekkel nem tudtunk gyorsabban haladni.
nem is az volt a baj, hogy megtámadott, hanem csúnyán káromkodott, azt pedig sose tűntem, hiszen az első napi parancsom is az volt a katonáimhoz, hogy meg ne tudjam, hogy valaki a Isten káromlást mond ki a száján. Úgyhát azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó századot vezetni káromkodások között. Büntetésből hazaküldött kiképzőtisztnek. Erre a munkára nem volt ott szükség, mert közben akiket tanítanom kellett volna, azokat elvezényelték már szolnokra. Tehát kaptam 8 nap szabadságot, ami nem csak a szüleim meglátogatására volt szerencsés, hanem a Mária Pócsi búcsón is jelen lehettem nyár közepén. Aztán visszavezényeltettem magamat a frontra, de a század parancsnokom, illetve a aranyos maróti főhadnagy ismét visszaküldött az anyaországba, ahol különleges feladatom nem volt a század törzsnél, tehát néhány nap múlva kértem, hogy szereljenek le. A 2 évi kötelező katonaidőt kitöltöttem, feladatom nincs, szereljenek le. Aztán többszöri kihallgatás után tényleg leszereltek, és visszamentem tanítónak arra a helyre, ahol azelőtt voltam. 1 évet tanítottam még, az alatt összegyűjtöttem egy kis fehér neműre erre-arra a költséget, mert azután bevonultam kispapnak, a hajdudorogi egyházmegyének a főpásztora, Dudás Miklós vett föl papnövendéknek, de ez már a 4. évi jelentkezésem volt a papi pályára. Azért a többi években azért utasítottak el, hogy nincsen érettségi bizonyítványom, csak tanítói oklevelem. Bár ez egy évvel több tanulmányt jelentett, mint az érettségi. Így aztán magán úton leérettségiztem a Munkácsi Állami Gimnáziumban, és azután persze felvette a püspök püspapnak, és Ungvárra akart küldeni, bár én kértem, hogy Budapestre küldjön, mert alaposabban akarok tanulni, és ezt az irodaigazgató elintézte nekem, hogy tényleg Budapestre kerüljek. Ugyanis először elküldött az erdélyi, meg érmelléki magyar ajkú görögkatolikus parókiáknak a helyzetét tanulmányozni. Erre kaptam egy minisztériumi ösztöndíjat, és megfelelően el is végeztem ezt a felmérő utat. Jutalmam az volt, hogy Budapestre kerültem tanulni. Az állásomat átadtam a Viktor öcsémnek, minden bútorom, a holmém, a könyveimmel együtt. Én csak a ruházatot, meg takarókat vittem Pestre. Én életemben azon az éven nagyon boldog voltam, mert mint én is megpróbáltam úgy, mint az apostolok, hogy mindenüket ott hagyva követték az Úr Jézus. A szemináriumban jól éreztem magamat, mind az 5 évben, de legjobban az első évben, meg az utolsó évben. Mert az utolsó évben azok is, akik 4 évig hidegen néztek engem, különösnek, azok is nagy barátaim lettek. Hát persze nem egészen önzetlenül, mert akkor már vőlegén voltam, és a drága mennyasszonyom küldött föl süteményes csomagokat, amiből aztán mindenki kapott, aki véletlenül is kinyitotta az én cellám ajtaját. Persze én is jobb hangulatban voltam, ilyen kilátások mellett, úgyhogy bizonyára azért is megkedveltek nem csak az osztálytársaim, hanem a többi kispapok is, sőt az előjárók is, mert behívtak és meg akartak bízni, hogy a következő időben, a 6. évfolyamban legyek a kispapoknak a
feje, azt úgy hívták akkor, hogy fődoktor. Hát aztán mondtam, hogy én nem jövök vissza a hatodik évfolyamra, meg nem sülök, fölszentel a püspök úr, mert én már a hatodik évfolyamnak a kötelező vizsgáit letettem a negyedéves koron idején. Úgyhogy hatodévre csak beiratkoztam, felvettem a kötelező 16 óra számot, de azokból a tantárgyakból már nekem mind megvolt az érvényes vizsgám. Így aztán a püspök úr ötünket szentelt föl 1947. szeptember 8-án kisasszony napján Mária Pócson. Mind az öt nős állapotban szentelődött föl, ma már csak ketten élünk belőle. Sőt, egy maga. A kispapi időmben is szerkesztettem újságot, és pedig a Kispap Egység címen megjelent egy mellékletes, hogy külön lenyomata a Papi Lelkiség című folyóiratnak. Szegeden szerkesztette a Páter Hunya Dániel, akiről elmondhatom életemben, hogy találkoztam egy szent emberrel is az életben. Később a Papi Egység szervezésében vettem részt országos munkában, de aztán, amikor a Rákosék egészen kommunista irányba forgatták a magyar politikát, akkor megszüntettük ezt a mozgalmat, és elégettük az iratait, hogy börtönbe ne kerüljön mindenki, aki ezzel foglalkozott. A felszentelésem után kápláni helyre nevezett ki a püspök úr, és pedig Nagyléta nevű községünkben, ami azért volt éppen kedves és előnyös, és azért nyugodtunk meg benne, mert a apósom a szomszéd községben Vértesen működött, mint parókus, és oda a feleségemmel együtt, később meg a gyermekkel együtt el tudtunk látogatni, legalább szombat délutánra, mint most ugye szombat délutánra. Egy éve dolgoztam ottan Nagylétán, és a kerületi esperes, amikor meghalt a főnököm, a kerületi esperes, úgy jelentette a püspöknek, hogy nyugodtan rám lehetne bízni az egész nagy egyházközséget, mert rendbe elvezetném. Na de hát akkor még az nem volt szokás, meg helyes, hogy egy éves káplánság után egy jó, nagy, komoly parókiát megkapjon egy pap. Először töltse le az inasi meg segédéveket másnak a keze alatt. Úgyhogy egy év múlva a püspök úr kinevezett engem Makóra másodlelkésznek. De amíg a makójak késlekedtek az elköltöztetésemmel, addig közben az esperesnek a javaslatára a püspök úr Bedő nevű községben, a Nagylétai kerületben nevezett ki engem helyettes lelkésznek. A előttem lévő pap elment egy másik jobb parókiára, nyugodtabb környezetbe, úgyhogy én Bedőre kerültem, az nem messze volt a Nagylétától, és ott két évet töltöttem Bedőn. Két év végén börtönbe kerültem, szentbeszédek tartalma miatt bevittek az ávósok. Ott öt napig az ávón vallattak, azután áttettek a megyei börtönbe, és hát nem akarom részletezni, hogy a börtön milyen volt, meg a börtön őrök, meg a rabok. Az egy külön könyvet töltene meg. Elég azt mondani, hogy első pénteken Jézus szíve napján bementem délután este felé a templomba imádkozni, addig, amíg megmelegszik a mosdóvizem, mert egy poros munkát végeztem azon a napon, napraforgó tisztítás, szelelést. És bejön a harangozó a templomba, és
azt mondja nekem, aki a keresztutat végeztem ott a híveimért, azt mondja, hogy itt vannak a meseautóval a ávósok, hogy jöjjön ki a templomból, de tisztendőről kinyitom az oldalsó ajtót, és ebbe a sötétségbe össze se fogják menni, hogy elszökött, és megmondom, hogy nincs a templomban. Mondtam, hogy semmi bűn, nem követtem el, nem szököm el. Megállt, hogy mondjam, önérzetből se szöktem volna el, mert ugye azt mondták volna híveimnél, és amikor baj van, akkor megszökik, itt hagyja a községet. És ugyancsak két hónap múlva Jézus szíve napján, első pénteken délután szabadultam a börtönből, később szabad lábon védekezhettem. Először elítéltek 8 hónapra, utána Budapesten a Jankó alapítan büntető tanács, bíróság a kétszeresére akart lezárni, de szerencsére a munkás ülnökök négyen arra szavaztak, hogy semmit ennek a papnak, hiszen azt mondtam, hogy a munkásnak pihenni is kell, nem csak dolgozni. Ezután, amikor kiszabadultam, a régi helyemre nem mehettem vissza, hiszen azzal a feltétellel helyeztek szabad lábra, hogy nem menjen vissza a községébe. A püspök úr akkor adta nekem nyírszöllőst, nyírszöllősön nem volt papi lakás, majd én építettem a hívekkel, 10 évet töltöttünk nyírszöllősön, az egy szervező hely volt, de nagyon kedvesek lettek a hívek, jól éreztük magunkat, hanem aztán elkezdtem a filiámba, a Dózsa szőlőbe templomot építeni, és emiatt az állami egyházügyi megbízott titkár követelt a püspökségtől, hogy tegyen el a legkisebb, leggyengébb helyre. Elvették a hitoktatási engedélyemet, széttették az építési engedélyemet. Szóval mennem kellett. Így kerültem azután Nyírszőlősről Nyírpilisre, ami egy nagyon eldugott község a világ végén, de nagyon kedves hívek közé kerültem, akik becsültek, szerettek, és mi is szerettünk ott lenni. 10 év múltán a gyermekek tanítatása miatt akartunk elsősorban onnan eljönni, és így kértem azt a községet, ami közel volt Nyíregyházához, Kálmánházai parókia, és ott töltöttem 4 évet, de a családom akkor már beköltözött Nyíregyházára az épülő házunkba, és a gyerekek ott tudtak járni gimnáziumba. Kálmánházán a 4 év múlva került egy olyan római lelkész a mellém, aki a görögkatolikusokat finoman szóval nem szerette, és szerette volna eltüntetni a világról. Azzal összekülönböztem különféle dolgok miatt, ezért a püspök úr áthelyezett engem a Apanyírtét községnek az ellátásához, ahol szintén nem volt parókia, tehát a városból járhattam ki autón ellátni a két községet ünnep vasárnap misékkel, hétköznap a hittanórákkal és az erőforduló egyéb dolgokkal. Ott 8 évet töltöttem, 8 év alatt megvettem ott egy házat papi lakás céljára, azt ki is fizettem, amikor arra kész volt, akkor nyugdíjba kértem magamat, egészségi problémáim is voltak, és egyéb gondjaim miatt is nyugdíjat kértem, és kaptam is. Beköltöztem a városba a családomhoz, és azóta minden reggel 6 órakor a templomunkban gyomtatok, misézek, megint gyomtatok, vidéken, ha kell, helyettesítek elutazó vagy beteg papokat, segítek lelki gyakorlatokon, meg
templombúcsukon gyóntatni, áldoztatni, szóval azóta is az egyházi munkát igyekszem rendesen elvégezni, ami csak akad és szükséges. Közben felnőtt a családban az öt gyerek, majd arról aztán talán máshol beszélni, mert az időnk lejárt, úgy látom. Köszönöm szépen!